2016. szeptember 1-től egészen mostanáig a határvadászpálya népszerűsítése érdekében összesen 246 helyszínen jelentek meg és nyújtottak tájékoztatást az érdeklődők számára a toborzó csoportok, hiszen a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályai a hivatásos állományt 3000 fővel kívánják bővíteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság toborzó csoportjai 2016. szeptember 1-től mostanáig a határvadászpálya népszerűsítése érdekében összesen 246 helyszínen, lakossági rendezvényeken, járási hivatalokban, középiskolákban, bevásárlóközpontokban, illetve közterületeken jelentek meg és nyújtottak tájékoztatást az érdeklődők számára. A készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályai a hivatásos állományt 3000 fővel kívánják bővíteni. A megye területén a belügyi pálya orientációs képzés folytató középiskolákban oktató szakemberek a kötelező tananyagon túl kiemelt figyelmet fordítanak a határvadászpálya népszerűsítésére, ehhez nagy előszeretettel alkalmazzák a diákok érdeklődésének fókuszában lévő multimédiás eszközöket is, amelyben két toborzó csoportot állítottak fel. A toborzó csoportok a megye valamennyi középiskolai oktatási intézményével felvették a kapcsolatot, és az igények függvényében a tanintézményekben osztályfőnöki vagy pályaorientációs tanórák keretében adtak tájékoztatást a végzős diákok számára, bemutatva nekik a határvadász pályát. Az elmúlt évben 24 alkalommal tartottak ilyen középiskolai csoportos tájékoztatót. Országosan 2017 első negyedévéig 1519 fő kezdte meg a határvadász képzést, ebből 259 fő Nyírbátorban, Szabolcs megyét követi Bács-Kiskun megye 158 fővel, Hajdú-Bihar 157 fővel és Csongrád 152 fővel. Vendégünk a témával kapcsolatban a 35 perc stúdiójában Usztics Attila rendőr őrnagy, a megyei rendőrfőkapitányság képzési és oktatási osztályvezetője. Köszöntöm. Mióta létezik a kifejezés, hogy határvadász? Kiket hívunk határvadászoknak? A határvadász kifejezés nem új keletű, hiszen már a határőrség utolsó időszakában felevelítették ezt a kifejezést, és voltak úgynevezett határvadász századaink, de azért nyilván, hogyha visszanyúlunk jóval a régmúltba, ez akár a második világháború ide datálható már ez a kifejezés, és ez a terminus, amelyel ugye hegyivadászképzés, határvadászképzésben részesültek az akkori honvédeink. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ugye mondhatjuk, hogy egy kicsit speciális helyzetben van ebből a szempontból is. Már ha a toborzásra gondolunk, vagy a számadatra visszautalok, ami a felvezetőben elhangzott, hogy azért a megye élen jár. Országos szinten valóban 2016. szeptemberétől az egyik legmagasabb létszám az, amelyet a megye toborzó csoportjai mind a felvételeljárásokba be tudtak toborozni, és végrehajtottuk ezen jelentkezőknek a felvételeljárását. Továbbá a képzést, akik megkezdték, az is egy magas létszám, és egy nagyon nagy eredményességi ráta az, amellyel ez a már betoborzott és képzésbe bevont állomány a későbbiekben már végzett és részszakképesítéssel rendelkező rendőrként meg is kezdette a szolgálatát. Akik érdeklődnek, és ezeken az említett tájékoztató alkalmakon, különböző helyszíneken valóban sokat kérdeznek és ráhangolódnak erre a területre, tudják, hogy mit várnak tőlük, vagy tudják, hogy mi vár rájuk, hogy hova jelentkeznek? Egy roppant jó lehetőséget biztosított a toborzócsoportok kialakítása, megalakítása. Azzal a lehetőséggel, hogy kimehettünk és elmondhattuk a tanintézetekben, kimehettünk a városi települési rendezvényekre, és ott megjelentek a rendőr kollégáim is, jó magam is, és az érdeklődőknek első kézből tudtunk tájékoztatást, felvilágosítást adni arra vonatkozó, hogy pontosan mi is ez. Ezzel is magyarázható az a magas létszám, amellyel mi dolgoztunk akár a képzés, akár a toborzás során, de azt gondolom, hogy talán az előző kérdésben elhangzottakban valóban nagy múltja lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mind a rendvédelmi feladatok ellátásának, mind pedig a határőrzési feladatok ellátásának. Az összes adat közül, amit eddig akár melyikünk is kimondott a témát illetően, az egyetlen adat az, ami nem változik, a 3000-es létszám. Az összes többi változik, hiszen azok a számadatok a mai napig érvényes állapotot mutatják. Meddig tart a folyamat? Azt már ugye elmondtuk, hogy 2016. szeptemberében indult, és ennek a 3000 főnek több mint a fele már megvan, ha úgy tetszik, hiszen már elindultak a képzések több ütemben, de meddig tarthat?
a jó katonembernek, hogy általában meghatározzák, hogy mikor hajtsa végre a feladatot és milyen időpontban kezdje el. Részünkről is ez történt, egy parancsot kaptunk egy feladat végrehajtására, és ahogy szoktuk volt mondani, gördülő képzéssel és gördülő toborzással hajtjuk ezt végre, tehát mindaddig, amíg a 3000 fő nincsen betoborozva, nincs kiképezve, addig ez a feladat, ez a parancs érvényben van, és addig folytatjuk ezt a munkát. Ezt a folyamatot milyen részekre lehet osztani? Szakaszokra, ütemekre, nem tudom, hogy mi a helyes elnevezés. Valójában ütemekről beszélünk több ízben. Az országos kommunikációban is ez hangzik el. Az ütemek valójában azt jelentik, hogy országosan mikor, milyen, illetve hány szakaszt tudunk indítani. Az első ütemben Nyírbátor kiképzőközpontban 2 szakaszt indítottunk, ez volt az első ütemünk, majd a második ütemben újabb 2 szakaszt. Ezt követő ütemekben pedig egy-egy szakaszsal indítottunk mindig újabb képzési ciklust. Milyen hullámokat lehet tapasztalni? Vannak-e időszakok, amikor megugrik a jelentkezők száma, akik esetleg a képzésbe szeretnének már is részt venni, vagy esetleg vannak olyan időszakok, amikor ez kevésbé sikeres? Az első hullám nyilván, amikor megkezdtük a toborzást, akkor az újdonság erejével is hatott, és nyilván nem lehet megkerülni a kérdést, ami azt jelzi, hogy a rendészeti szakgimnáziumokba történő jelentkezést, ha eredménytelen volt a jelentkező részéről, egy újabb lehetőség volt nekik, egyrészt, hogy megmérettesse magát, másrészt, hogy hát, ha most ilyen nagyobb eredményességgel szerepelett a felvételi eljárásban, és akkor ez így is történt. Ezt most is szeretném leszögezni, hiszen az összes ebben dolgozó kollégáim, és ezt támasztják el, hogy nem könnyítettünk a felvételi rendszeren, tehát ugyanolyan megfelelésnek kellett lenni a kollégáknak, mint oda jelentkeztek volna a rendészeti szakgimnáziumba, de nyilván volt az első ilyen nagy hullám. Majd most nyilvánvalóan az érettségi időszakot követően, akik úgy gondolták, hogy nem a szakgimnáziumban folytatnák a tanulmányaikat, hanem szakképesítést itt szereznének ebben a formában, az akkori jelentkezések is igen nagy hullámban és nagy létszámban jelentkeztek ebben a felvételi rendszerben is. Mennyire látnak a fiatalok akár egzisztenciális lehetőséget ennek a pályának a korrekt kiválasztásában? Én azt gondolom, hogy ma egy 20 éves fiatal nem biztos, hogy azon gondolkodik, hogy majd 25 évvel mehet-e nyugdíjba később, vagy sem. Mert talán nem is fontos ez még akkor. De ez a pálya és ez a lehetőség, amely adatik, ez talán pont jó arra, hogy egy olyan életpálya modellbe beilleszkedjen, mint amelyet a kormányzati program által most ez biztosított és látható, tervezhető. Mondom én ezt innen belülről, hiszen talán a legjobban mi látjuk, és kívülről ez nagyon nehezen látható és érzékelhető. Talán ez lehet csábító a régiónkban, a megyében szintén, mint hogy a számok is mutatják, szintén a jelentkezőket olyan mértékben segíti abban, hogy ezt a pályát, ezt a hivatást válasszák, hogy talán a mi tájékoztatásunk, a mi motivációnk, toborzásunk talán már nem is nagyon kell ehhez. Épp azt akartam pedig kérdezni, hogy ez egy könnyű vagy egy nehéz feladat a toborzó csoportok. Ugye hallhattuk, hogy 2 toborzó csoportot állítottak fel itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az a munka, hiszen szerintem a toborzó csoportok tagjainak is önmagukkal szemben is, tehát a munkájukkal szemben is van egy elvárásuk, hogy ugye jó lenne bizonyítani, tehát jó lenne úgy lefesteni ezt a szakmát, vagy ezt a területet, amit választanak a fiatalok, vagy akár más helyszínen egy tájékoztatás alkalmával valamelyik lakos, hogy valóban kiderüljön az, hogy mi vonzó benne, és hogy érdemes erre fordulni. A toborzó csoportnak nagyon nehéz a feladata akkor, amikor olyan valakit akarna meggyőzni, akit nem érdekel a szakma, ez a hivatás. Viszont amikor egy érdeklődő személy áll velünk szembe, akkor elég, ha a kollégáim megjelennek, és az egyenruhával, a megjelenéssel, a fegyverzettel, azokkal a promóciós anyagokkal, amelyeket magukkal tudnak vinni, azokkal olyan korrekt tájékoztatást adnak, amellyel minden kétségét eloszlatnak a jelentkezőnek, akit érdekel ez a szakma. De jó magam és a többiek is azt szoktuk volt mondani, hogy akit érdekel, az mindenképp válasz és próbálja és csinálja ezt, akit viszont nem érdekel, az maradjon ettől távol, mert annak úgysem fog ez semmit sem jelenteni. Végül hát kérdezzem meg, hogy mi lesz, hogyha meg lesz a 3000 fő nekünk lakosoknak, ez miben fog érezhetővé válni?
Én azt gondolom, hogy a déli határszakaszon kialakult migrációs válság kezelésére létrehozott 3000 fővel történő bővítés a mostani közbiztonsági helyzetet, ha ez a válság megszűnik, akkor is csak erősíteni és javítani fogja. De elsősorban most a betoborzott állomány 3000 fő, amelyről folyamatosan beszélünk, ők ugye a déli határszakaszon látnak el szolgálatot. Tekintettel arra, hogy későbbiekben teljes értékű és teljes szakképesítésű rendőr kollégák lesznek, így nyilvánvalóan Magyarország rendőrségének állandó tagjaként ugyanúgy a közbiztonság közlekedésére bűnügyi statisztikák javításáért fognak dolgozni. Vajon a mi megyénk fogja tudni tartani az elsőséget? Létszámban, a biztosított létszámban. Természetesen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást.